és megint elhatottam az első bejelentkezést. Igen, igen, igen! Ez a... Nem köszöntem. Nem úgy kell, csapjál egyet. Köszönöm. Sziasztok! Ez a mai kicsi csoda, ahol vendégünk Ferenc Gabi, aki azt kell tudni nyilván, hogy barátom, azért muszáj, hogy megismerjétek, másodszorban pedig annyi mindent csinál, hogy nem is tudom elsorolni, egy majd elmeséli ő, meg fogom tőle kérdezni ezerszer, de azért még előjáróban rádiózik, tévézik, színészkedik, anyuka és csodálatos ember. Ismerjétek meg! Szia Gabi! Szia Zsaki! Jaj, de szép volt ez a beszélgetés. Mi volt legelőször? Tehát, hogy induljunk el egy kicsit kronológiailag úgy, hogy mi jött először a színészet? Igen. Legelső az a, hát nyilván diákszínjátszóként ugye kezdtem. Melyik városban? Erdélyben, Csíkszeredában, a Mártonálló gimnáziumban. És valahol ott fertőzött meg engem ez a színházi lét. De szerintem a legtöbb színész egyébként onnan ilyen diákszínjátszó körök fertőzik meg. Na szóval ott megfertőzött, és akkor valahogy olyan úgy sodort az élet, hogy igazából nem is volt más választásom, mert nem is jött úgy semmi más szembe. És konkrétan úgy történt, hogy egy erdélyi érettségi közel voltam már, és a helyi ilyen újságban megjelent egy hirdet, és itteni budapesti iskola hirdetett ott, hogy határon túli fiatalokat felvesznek, ez egy ilyen magániskola volt, színtanoda. És nyilván ennek volt valami, biztos kaptak utána támogatást, mindegy, hogy dolgok, csak így most már így visszagondolva. És akkor így anyukám így elküldte a jelentkezésre, mert tudták, hogy én szeretnék jönni. És egy helyi Keresztes Gáborra jöttünk el egy ilyen osztálytársammal ketten, és ezt felvettek. És akkor ott voltam, hogy Jézusom, most akkor én ki kell, hogy költözzek Budapestre? Hát nyilván kiköltöztem, és akkor így jött a dolog. Tehát ki kell költöznünk Budapestre? Hát igen, mert most már itt vagyok, de akkor nekem ugye ki kellett ide költöznöm. Ez egy érzékeny téma amúgy, és szerintem van egyfajta, hogy az emberek nem merik ezt megkérdezni, vagy nem nagyon szoktak erről beszélni, de érezted valamilyen hátrányát annak, vagy előnyét, hogy határon túli magyar vagy? Kezdetben sokszor igen. És még csak azt mondom, hogy nem is az iskolában, meg nem a pályán, nem a színházban, vagy színházi pályán, színészi pályán, hanem a magánéletben. Tehát ugye nyilván tanultam, iskolába jártam, mellette kellett valami kis zsebpénzt keresni, és akkor elmentem, én pultos lányként dolgoztam, és akkor többször megkaptam, hogy román vagy. És akkor ilyenkor mindig... Tehát ugye ez egy nagyon érdekes kettős dolog, mert otthon úgy neveltek minket Erdélyben, hogy mi magyarok vagyunk, tehát hogy nagyon keményen. Tehát azt hiszem, hogy a magyarságunkat az határon túli magyarok mindig, és most itt nem azért mondom, mert fú, de nem a mellem, de hogy sokkal inkább megéltük mi is, én is gyerekként, meg a szüleimnél, amit láttam. És akkor kijövök ide Magyarországra, ahol na végre magyar lehetek, és végre, és akkor azt mondják, hogy te román vagy. Hát Úristen, Jézusom. Tehát ott volt, kétszer is volt lehet, ilyen. Azért nem egy könnyű dolog. Kétszer is volt ilyen eset, és mind a kétszer úgy elgondolkodtam. És ez nyilván ez okoz, attól függetlenül, hogy az ember mennyire nyitott, meg mennyire szabad gondolkodású, vagy liberális, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzam, de ez okoz egyfajta törést, egyfajta lelki törést, amit nagyon nehéz utána kiszedni magadból. Tehát nagyon nehéz elfogadni azt, hogy valójában, illetve meg kell tanulni azt, hogy ezzel együtt élni úgy, hogy ebből nyilván előnyt kovácsolni. Sokan ezt nem tudják megtenni. Én azt gondolom, hogy nekem sikerült. A gyerekei már itthon születtek, már nekem itthon Magyarországon. Már nekem is itthon. Igen, neked is már itthon. Hogy te megpróbálod átadni azt a fajta magyarság, tudatot, tiszteletet, ami benned, tehát amit te otthon kaptál? Ezt nyilván, ezen én nem szoktam gondolkodni, hogy most akkor átadom a gyerekeimnek, tehát ezt így nem, úgymond nem tudatosan csinálom. Ez teljesen ösztönösen. Nyilván az, amit én kaptam otthon Erdélyben, vagy amit én onnan hoztam, az bennem van, az én lényem részévé vált, mert azt gondolom, hogy mindenkinek ugye azt mondják, hogy az első hét év a románoknak erre van egy nagyon jó mondatuk, azt mondják, hogy Csai Sáté Andelkászte, ami azt jelenti, hogy az otthoni hét év, hogy az milyen sokat számít, és ez tényleg is van. Hét, igen. És
az alatt szerintem kifejlődik az embernek tehát minden, a személyisége, az élethez való hozzáállása, az emberek iránti tisztelete, a minden. És ezt nyilván a mindennapjaimban én úgy élek, ahogy én azt ott megtanultam. Ezt látják a gyerekeim innentől kezdve, és ezt látom is a közegükben, az iskolában, hogy ők hogyan reagálnak dolgokra, és a osztálytársak hogyan reagálnak, tehát hogy nagyon más. Én azt mondom, hogy de nyilván most lehet azt gondolni, hogy magam felé beszélek, de én ezeket tartom értéknek, hogy nem hazudunk, őszinték vagyunk, tisztelettudóak vagyunk, stb. Tehát mindezek az értékek, és ezek ott vannak nekik. Úgyhogy azt kell mondanom, hogy igen, tehát hogy átadtam valamit. Menjünk vissza, tehát volt a színészesdi, és onnan indulunk egy kicsit, hogy hogy jött neked rádió, tévé, tehát hogy elkezdtél, azt tettem észre egyszer csak, mert a szinkronban ismerkedtünk meg, és nagyon érdekes volt, mert nyilván az ember, ha találkozik valakivel, akkor van rá valamilyen hatás, és az igen. első pillanattól fogva akartam veled beszélgetni, és nem tudtam, hogy úristen, ennyi minden dologgal foglalkozol, tehát ennyi mindennel foglalkozol, ezek azért mind különbözőek, tehát azt hiszük, hogy rokon szakma, de én is, ahogy most próbálkozom a riportolásra, tudom, hogy azért ez nem ilyen, mert azért ez is egy másik szakma, amit rendesen meg kell tanulni, és te professzionális szinten műveled ezt. Van kivétel, hogy melyik eszeted jobban, vagy kicsit jobban, vagy mi az, amelyik a szívedhez a legközelebb áll? És az, hogy jött? Aha. Igen, még a szinkronban, de utána mi forgattunk is együtt, nekem mindig az jut eszembe. A fapadban, igen, meg volt még valami forgatás, nem volt valami? Nem tudom, de a fapad az vicces volt. Igen. A fapad című. Hát, hogy jöttek egymás után? Igazából így kronológiailag valószínűleg én sem tudom. Azt tudom, hogy a színészet volt, tehát az volt az alap. Aztán jöttek a szinkron munkák. Tehát nyilván legaljáról, mint ahogy mindenki, és ugye elég sokáig azért benne is maradunk ebbe a tömegezésbe. Azt is így elmondanám, tehát ezt nagyon jutott, hogy milyen nehéz onnan följebb kerülni. Tehát azért folyamatosan, nem is tudom, az nem is elég, hogy az ember csinálja, és hogy jól csinálja, mert mint tudjuk, ezt ugye nem elég jól csinálni valamit. Mai világon. Hát meg a tömeg is kell, én azt gondolom, hogy a tömeg az egy leglevesültebb dolog, miközben nem mindegy, hogy az ember az ők mondatában hogy szólal meg egy filmbe. Tehát a tömegben is, ha mondjuk nem elég jó a tömeg, mennyire el tudja rontani egy filmnek az élményét, amikor megy a jó szinkron, és akkor ez csak valaki... Az kihaladszik a tömegből is. Igen. Aztán én szültem, tehát akkor jött a nagy lányom, aki már úristen, kicsit merem mondani. Annyira hihetetlen, hogy 18 éves, hogy egyszerűen elhívni, nem tudom, imádom. Szóval nagyon fiatalon ugye született, és akkor ugye picit, akkor leginkább ilyen reklámokat csináltam, teljesen is. Tehát azt kell tudni, hogy nem tudok megállni. Hogy ez jó-e vagy sem, nekem jó, nem tudom, hogy a környezetemnek ez mennyire elviselhetetlen. Mert nehéz szerintem velem együtt élni ilyen szempontból. Tehát én állandóan pörgök, tehát nem tudok fél órát leülni, fél órát kitakarítom a lakásból, nem tudom, ablakot takarítok. Úgyhogy így mindig motivált, hogy még valamit csinálj, mert nem elég nekem, nem elég a színház, nem elég, hogy színpadon vagyok. Úgy éreztem, hogy a személyiségemnek vannak olyan oldalai, amit még úgy kéne egy kicsit feszegetni, szóval, hogy mennék. És akkor felvételiztem a Kodolányira, kommunikáció, televíziós műsorvezető szerkesztő szakra, és ahhoz kellett egy pár szakpárt választani, és nyelvek voltak, vagy közgazdász. Wow. És akkor a gazdaságtan. És akkor mondom, hogy hát a nyelvek mennek, mert a németről azért elég jól beszélek, az angol, de hát mondom, most azt, hogy ez egy főiskolán tanulom, nem mertem így hirtelen belevágni, hát mondom, hogy jöjjön a gazdaság. Komolyan mondod? Igen. És akkor én így kérlek szépen felvételiztem, felvettek, és igaz, hogy kinkeservesen, de kinkeservesen elvégeztem de elvégeztem, tehát azért biztos vagyok, hogy van egy közgazdász végzettségem. Szóval a főiskola elvégzése után elkezdtem rádiózni ilyen internetes, nem is tudom, mi volt a legelső ilyen internetes médium. Jó néhánynál így megfordultam, mint műsorvezető, szerkesztő műsorvezető. Közben természetesen párhuzamosan játszottam, közben a nagylányomat nevelgettem, aztán egyszer csak gondoltam egy nagyot, és mondtam, hogy hát van egy közgazdász diplomám, ha valamit kezdjek vele, hát nem áll, hogy így, most csak úgy áll a fiókba, akkor már nézni meg, hogy tudok-e, értek, tudok-e ezzel bármit. És akkor elkezdtem banki tanácsadó lenni.
nekem ez a horror, tehát én ezt elmondom, tehát nekem az, hogy számokkal kell foglalkozni, tehát nekem a színésznőségemből ez teljes. Tehát ugye én ilyen szín, tehát azt gondolom, hogy azért vagyok színésznő, mert ha meglátok számokat, akkor elfutok, pedig jó voltam a matematikában. Tehát az, miközben azt gondolom, hogy a banki szférában, remélem nem sértek meg ezzel senki, ott is azért van egyfajta, ugye rá kell beszélni az embereket dolgokra, tehát szerintem a színészetet lehet ott is alkalmazni, kamatoztatni, abszolút. Azért olyan alapján azt gondolom a színészet, amit bárhova be tudsz tenni, tehát akár egy rádiózásba, tévézésbe, mindenhol, akár a banki tanácsadáshoz, hát ott is kell a kommunikáció, kell a színbeszéd, a jó hang, mert ezek mind-mind fontosak, tehát ezek megnyerőek az ember számára. És úgymond most nem akarok, de hogy könnyebben el tudsz adni esetleg dolgokat, akár az embereknek. Na és akkor így jött a banki tanácsadás, ezt csináltam 2,5 vagy 3 évig. Uh-huh. Párhuzamosan, mondom, amellett, hogy volt színház az életemben, meg gyerek. És aztán 3 év után döntöttem, hogy ez oké, okay, ez így elég volt. De most azt gondolkodtam el, hogy valahol azért ez a fajta, tehát a közgazdászvéna ugyanúgy segíthet a színpadon is, mert a logikus gondolkodás azért a színpadon is kell. Igen, csak igen, tehát biztos, hogy... Nyilván a számok kiszámolni. Igen, hogy csak az a fajta gondolkozás, tehát a számok alapján, mert a számok sosem hazudnak. Ugye, az van, ugye? Igen. És minden más, sajnos minden más tud hazudni, viszont ugye senki sem tévedhetett le. Mert nekem az a fajta racionális gondolkodásom, inkább én azt mondom, nekem van egy dramaturg vénám belül. Aha. És ettől, tehát nagyon jól átlátom a színdarabokat, meg a, tehát hogy azt, hogy kéne működnie. De értem, amit mondasz, tehát hogy ez tény, hogy ez a klasszikus mondat az énektanárnőmtől, Decsi Ágnestől, akit ezúttal is puszilunk, hogy hideg fej, forró szív. És akinek igen, nincsen meg a hideg feje, tehát hogy forró feje van és hideg szíve, az nem az fog. Nem jó. Igen. Igen. És az a fajta racionalitás szerintem a hideg fejbe kell, hogy legyen, mert egy baleset veszélyes a színház. Bizony. Nem mindegy, hogy hol mentél ki, hol jöttél, amit a részre sem vesznek, de valaki nem is érdekel. Olyan színésznő, mindig attól borulok ki, hogy kiment a, mit tudom, a fürdőszobába, és visszajön a konyhából. Igen. Most én beszéltem most, hogy hol mész ki, hol jössz, mert nekem 2-3-szor is volt megint ilyen színészi pályafutásom alatt, hogy tényleg csak vidéki színházak, vagy művelődési házakban ugye, tehát a takaró függőnek valahogy, tehát hogy nem látod, amikor te bemész a színpadra, és akkor mennél ki, és ugye mondjuk esetleg a díszlet nem a díszletből mész ki, hanem egyből a takarásba, és kimenni még ki tudtam, de visszafelé nem találtam meg. Én is voltam így. Az annyira kínos. És akkor ott mész, és akkor mint éppen mit tudom, hogy királylány, vagy éppen nem tudom, hogy kimész szép kecses, és elkezdődik keresni, hogy bocsi. De ez tudom, ez a műsor nem rólam szól, ez a legszebb történet, nem fogom mondani az egészet, de senkinek nem kívánom azt, amikor te tapsrend, és ugye a függőnynek le kell menni itt. És amikor úgy álltam be véletlenül, hogy lement, mindenki a működ másik oldalában, én pedig itt. És annyira tehetséges voltam akkoriban, hogy nem sétáltam ki a repüljárásból, ez az oldalsó járás, hanem hogy négy kézlem átmásztam a függöny alatt. Ne! De... Tehát, hogy azt kell mondanom, hogy ezért fejlődtem. Tehát, hogy... Ilyet már nem csinálsz. Nem, ilyet már nem csinálok. De ez is jó szó, igen. Hát vannak azért a színpadon történnek dolgok, ami... Jelenleg a Manna FM-nél vagy, és ott is, meg vagy a tévénél a... Ferencvárosi tévénél dolgozom. Igen. Igen. De a Manna FM-nél ott kifejezetten női dolgokról beszélgetsz, meg családi. Van egy családi műsorod, ugye? Családi, igen, családi Manna címmel itt hétvégén délelőtt. Igen, családi témák. Hát valójában azt gondolom, hogy szinte minden témába be lehet nyúlni, mert a családokat minden érdekli. Tehát ugyanúgy igen, családban van nő, van férfi, vannak gyerekek, tehát hogy mindent átfog. És ez azért imádom ezt a rádiót, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Egyrészt fantasztikus csapat dolgozik itt, másrészt meg az, hogy 2019-ben egy rádióban szabadon dolgozhatsz, tehát szabadon választhatsz témát. Jó, nyilván, tehát hogy tudom a kereteket, hogy nyilván, de azon belül meg mozoghatsz bármilyen. Így van, ez szerintem óriási dolog. És ennek nagyon jött. Ezért is vállaltam, ezért is jöttem ide, mert ez nagyon közel áll hozzám, ez a fajta gondolkodás nyilván, hogy tehát, hogy szabadon kommunikáljunk, és igenis, hogyha vannak bizonyos dolgok, akkor arról beszéljünk, beszélni kell, és nem eltitkolni, és visszafogni, és vigyázni, hogy fogalmazom meg, mert akkor nem tudom, kit bántok, vagy kit sértek, hanem
Nyilván olyan témákkal nem foglalkozok, ami bántó sértő lehet, de hogy itt lehet szabadon, és ez nagyon-nagyon nagy dolog. Nem titok, hogy te egyedülálló anyuka vagy egy ideje, tehát a két gyermekedet egyedül neveled, és azt tudjuk is, hogy nem könnyű egyeztetni ezt a fajta színész plusz mindenféle létet, amit te művelsz a gyerekneveléssel. Mégis az, számomra az egy érdekes dolog, hogy te ezeken az internetes csatornákon, tehát ezeken a közösségi médiában, te nem sokat árulsz el sem magadról, sem a gyerekeidről, tudatosan védel őket. Ez teljesen tudatos, mert pont most volt egyébként itt a rádióban egy a Hintalogon Alapítvány két munkatársával csináltam interjút a gyerekjogokról. Igen, ezzel nagyon sokat gondolkozom én is, hogy ezek a gyerekek felnőnek, és hogy a fotók akár, vagy az, hogy az emberek megosztanak meg. Megvan, tehát eleve ugye pont azt mondták, hogy a 13 éves korig ugye nem egész láthatnak például a gyerekek a Facebookon. Igen, de sokszor a szülők azt csinálják, hogy a gyerekeket idősebbnek regisztrálják. Vagy maga a gyerek csinálja azt, igen, addig, hogy a szülő tudná. És ez azért is nem jó, ugye legtöbbször, hogy na most nézzük azt az oldalát, amikor a szülő rakja ki, mert engem zavar, megmondom őszintén, és lehet ezt elfogadni, lehet nem elfogadni, lehet mindig más a véleménye, de én nem gondolom azt, hogy az én, tehát nyilván a gyerekem az én gyerekem, de nem rendelkezhetek vele ilyen szinten, hogy én őt kirakjam a nagyvilágnak, hogy most akkor, mert ez miről szól? Arról, hogy azt mutogatjuk, hogy fúj, milyen fantasztikus anyuka vagyok, látjátok, én elvittem ide, elvittem oda, most ilyen ruhát vettem neki, jaj, de cuki, és nem tudom. Szóval, hogy ez nagyon messzi áll tőlem, ez a fajta hozzáállás, magatartás, gondolkodás. Ugyanakkor meg, amit mondom, épp a szakemberek mondtak, hogy a gyerek, ezeknek a gyerekeknek kialakul tehát a virtuális személyiségük, azt hiszem, ezt így mondták. Aha. Tehát amikor ő már regisztrál majd 14-15 évesen mondjuk a bármelyik közösségi oldalra, akkor neki ott lesz már egy olyan anyag adott halmaz róla, amiről ő lehet, hogy nem is tud. Tehát, hogy ez nem egészséges. És még ennek nem látjuk a hosszú távú hatásait. Nem válaszoltál arra a kérdésemre, igen, hogy melyik áll a legközelebb hozzá, ja, igen, a színészet, vagy ez a média uh-huh munkát? Amit nagyon-nagyon szeretek, az a filmezés, az igen. Jaj, ez minden kettőnek, ez egy nagy szerelem. Igen, ez, mert aki nem tudja forgatni, teljesen más. A színház az a világ legcsodálatosabb dolga, mert akkor és ott pont történik, és megismételhetetlen. De a film meg pont az, hogy ez ott marad. Igen. Tehát, hogy ez nem tudod már megváltoztatni a végén, az ott van. Imádom, tehát filmezek forgatni. Nagyon szépen. Más a tempója, meg már minden más, teljesen más a hangulat, az izgalmi, minden más. Meg hogy ugye, meg az, hogy ugye ott visszafogottabban kell játszani, hogy ott tudsz látni, igen, minden látszik. Igen, ott arra marad a figyelmet, hogy most hogyan játszom el, hogy éppen mit tudom, milyen dühös vagyok, hanem ott tényleg dühös vagyok. A szemedben, és a szemedben minden van, igen. Érezzék, van olyan tűn, hogy én... Na, és ezt szeretem, hogy nem... Mert én sem szeretek túl csinálni dolgokat, tehát hogy én szeretek megmondani természetes... Tehát te az a fajta színésznő vagy, aki nem szereti azt a fajta, aki nagyon sok. Igen. Úgy hívjuk, hogyha valaki rengeteg. Vagy kevesebb több. A kevesebb több, igen. És hát a rádiózás a másik. Most nem azért, mert most éppen ezt csinálom, hanem... Nem tudom, hogy te ezt szerelem. Ez egy nagyon-nagyon nagy szerelem. Mi volt a legnagyobb élményed színházban, vagy tévében, vagy bármi, ami a legemlékezetesebb pillanatod, ilyen kiemelkedően nagy pillanat. Nekem, most csak így mondom, nekem volt egy a Vampirok báján, amikor a 100. előadás volt, soha nem tudtam feldolgozni azt az élményt, hogy énekeltünk, és az emberek annyira őrjöntek, meg hallottam a nevemet, én Isten bizony, azt hittem, hogy ott meg fogok halni. Tehát annyira nagy volt az a szeretet, meg az a nem tudom milyen élmény, hogy én azt hittem, hogy kész. És akkor mondom, szép halál lesz, tehát amúgy szép a ruhám közben. Ez nagyon jó, nekem is volt egy ilyen, most a színházban, de volt minden területen, igyekszem elmondani, hogy színházban volt, ugye én nagyon sok gyerekdarabot játszom, tehát gyerekeknek, és vannak olyan társulatok, akikkel kifejezetten ilyen missziószerűen elmegyünk olyan térségekbe, ahol a gyerekek nemhogy színházat nem láttak, hanem semmit, és zövében cigány gyerekek egyébként, ezek a nézőink, és tényleg csodák történnek. És volt egyszer egy olyan előadás, hogy nyilván kínálán voltam, egyébként nem az vagyok, tehát hogy én belül egy, nem is tudom, egy házsártos asszonyság. Lópikulát. Na, szóval kínálán voltam, és tehát az egész előadásra, tehát olyan tátott szája, tehát amikor hallod a csendet, hallod, nézték végig az előadást,
És a legvégén, amikor hajoltunk meg, és ugye kimentünk a színpad szélére, és meghajoltam, oda rohantak a színpadhoz, és megfogták a királylány ruhámat. És olyan szinten húzták, hogy ha nincs mellettem a két kolléga, aki megfog, akkor én leesek a színpadról. Az egy olyan, tehát nem tudom neked elmondani, ez egy olyan érzés volt, tudod, amikor ez az öröm és a félelemmel, hogy le fogok esni, tehát lábújhegyen álltam, és közben nem tudtam attól a illetőség, nem tudtam beszélni, hogy fogjátok meg a kezem, de szerencsére, hogy látták a kollégák, hogy így vitte. Tehát, hogy azért annyira olyan élmény volt, hogy ezért érdemes, tehát érdemes ezeknek a gyerekeknek csinálni, ezeknek is nyilván, de hogy azért tényleg egy nagyon ilyen élmény volt. Hát a másik meg a filmedben, most, ami most történt, ugye nem régen ez a amerikai sorozat, ez volt még egy olyan élmény, amikor azt látom, hogy, és nem nézem el a magyar színészeket, mert én is közöttük vagyok, de hogy igenis lehet professzionálisan, emberségesen, alázatosan forgatni, filmet csinálni és színésznek lenni. Mindig amerikai sorozatban Hanna című, most már lehet erről beszélni, most már ki is kerül, szerintem lassan Magyarországon is meg lehet nézni. Ott volt egy, hát nem nagy szerepem, de két epizódban is benne leszek, és a főszerep, tehát ezekkel a sztárokkal, a Mirei Enosz. Mirei fan vagyok. Ez nagyon, szerintem, ha megismert volna engem, nagyon jó barátnők lennék. Igen. Szóval, hogy vele forgathattam, és vele volt konkrétan a jelenetem, és most nem teszem a sárszak, hanem nem volt. Mindegy. És hogy tényleg először, amikor bementünk a szedbe, akkor én azt hittem, hogy ő egy dublőre, mert hogy olyan szinten volt egyszerű és kedves, hogy nem hittem el, hogy ő az igazi, tehát ő az aztán. És aztán vártam, hogy megcsináljuk a próbát, és akkor bejön az igazi szereplő, és aztán kiderült, hogy nem ő az. És ez egyszerűen is egy olyan élmény volt, hogy úristen, de jó, tehát hogy ezeknek... A Dracula-ból ezt mondtam, hogy én is megértem azt, hogy Jonathan Rhys Meyers mennyire kedves volt, meg hogy próbáltunk. Hát igen, ezt muszáj lenne eltanulnunk. Tehát ezt kéne eltanulnunk amúgy a színészesdiben, meg akár ebben a szakmában ezt a fajta professzionalitást, hogy ne úgy utánozzuk a nyugatot, hogy a külsőségeiben, hanem azt gondolom, hogy a belülről. Hát köszönjük Gabinak, hogy beszélgetett velünk. Sajnos annyira sok mindenről tudnánk beszélgetni, hogy egy szeretet tudtunk megmutatni belőle, és remélem, hogy hallgatni fogjátok őt a Mannán, tehát követitek a karrierét, mert tényleg, hát látjátok, egyszerűen nem tudnánk abba hagyni ezt a beszélgetést holnap reggelig. Ez biztos, sőt. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy beszélgettél velünk. Köszönöm szépen én is.